most is ugyanúgy szállunk. Egy kicsit miénk az egész világ, mosolyog a szív, ahogy játszunk. Szemünkben tűz, hajunkban vadvirág. A múlt héten jelent meg a Vadvirág című nótánk, az élet szeretetét, meg az élet kvázi művelését így a játszással hozza párhuzamba a költő. Szól egy kicsit arról, hogy figyeljen meg az ember a pillanatokat maga körül, élje meg, figyeljen oda a családjára. Meg annyi szép emlék. Bum! Csöpítjük! Hello! Mit hoztál? Egy frankó kis world musicos szaxofon témát. Hogy... Amióta ez az előző dal elkészült, azóta rengetegszer összejöttünk itt a stúdióban, és gyakorlatilag már kész van egy új dal, amit itt a Pistáékkal összeraktunk. Gyere! 3, 2, 1! Pista most például egy tényleg egy nagyon érdekes ilyen kis balkán dallamot hozott, amit nem is vártunk igazából, mert egy viszonylag ilyen europop hangszerelés és tematika a dalzenei alapja. Úgy szakadnak sorban a láncok, úgy leszünk szabadabbak, ugye látod, járjuk a táncot, őrizzük a lángot, akarjuk valóra bánnak az álmok. Mi ezt délután találtad ki? A felét délután, a felét meg... Laza, felét lefelé a lépcsőn. Mindig kell egy kis idő amúgy, amikor az ember hazaviszi a dalt, beteszi a kocsijába, megmutatja a feleségének, gyerekének, bár akármi. Tehát, hogy itt ilyenkor azért van egy ilyen emésztés. Hogyha Áki hoz egy dalszöveget, akkor én úgy vagyok vele, hogy az legyen minél egyszerűbb, minél többek által érthető. De amellett legyen mondani valója is. Kéz a kézben, csak mosolygunk, bom, mint a legelején. Ez a drop, igen, adunk neki effektet. Mosolygunk, bom, mint a legelején. Alapvetően nincsen címe a dalnak, ilyenkor általában még ilyen munkacímek vannak. Néha kérdezgetjük egymást, hogy melyik dal a pizzafutárt várjuk, pont X, és akkor megmondjuk egymásnak. Ja, hogy ez a B-nézet, jó, oké. Okay. Mondjuk csillag, vagy melyik csillag, vagy. Vagy. Csillag vagy. Nyelvtani anomáliában torkollott a dal címválasztás. Én a bennünk élre gondoltam egy kicsit, mert van benne egy ilyen szöveg, hogy, hát, hogy nem mint a kés éle, hanem hogy a, mert hogy a zene bennünk él. A zene bennünk él, mint a legelején. Én a csörgőből tennék egy picit többet bele ide a szaxofonos részhez, mert attól még ilyen balkánibb hangulat lesz szerintem. Jó. A szaxofon az sokat dobott rá. Nagyon jó, jár a pacsipityó. Marha menő. Mivel a dalnak a nagy része már megvan, hogyha a srácok kvázi igent mondanak kamerák nélkül is a szaxofon részre, akkor szerintem jó esélye karácsonyra ki tudjuk dobni az új dalt meglepiként. Nagyon menő, Pityu! Megvettük, nem?